Reklámpolós egyetemisták, kíváncsi középiskolások, évről évre több napon át is teltházas a legnagyobb felsőoktatási kiállítás. Hiába a hatalmas érdeklődés, úgy tűnik egyre kevesebb diák kiváltsága, hogy elérje az áhított célt, a diplomát. A G7 nevű gazdasági portál az Eurostat adataira hivatkozva azt írja, az egész Európai Unióban szinte kizárólag csak Magyarországon csökkent a fiatal diplomások aránya. Az ábrán látszik, míg Szlovénia és Szlovákia az élen van, Magyarország az utolsó helyen áll. A portál szerint 2014 után kezdett el csökkenni a diplomával rendelkezők aránya a fiatalok körében. Akkor a 25-34 éves korosztály 32%-ának volt diplomája, tavaly viszont már csak 30%-nak. Az innovációs és technológiai miniszter még szombaton beszélt arról, hogy szerinte minden intézményre ki kellene terjeszteni a Corvinus Egyetem új működési modelljét. Ennek lényege, hogy több költségtérítéses hallgatót vennének fel, és jelenlegi formájában megszűnne az államilag támogatott képzés. Szeretnék azt, hogyha a magyar egyetemek azok ugyanolyan feltételek mellett tudnának működni, mint egy más országban működő egyetem, vagy mint egy Magyarországon működő magánegyetem. A független diákparlament szerint az Eurostat számain csak mondhat a kormány törekvése. Az állami egyetemekből csinálnak magánegyetemeket, nem ezt kéne csinálni, nem azokból az egyetemekből kéne alapítványi elitegyetemeket formázni, amelyek pont azért lennének, hogy minél többen tudjanak ott tanulni, és minél többen fel tudjanak emelkedni a tanulás segítségével. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium délután közleményt adott ki. Ebben azt írják, minden ellenkező állítással szemben nem szűnnek meg az államilag finanszírozott helyek a hazai felsőoktatásban. Szerintük félre magyarázzák a Corvinus Egyetem átalakításának lehetséges következményeit, és alaptalanul riogatnak a fizetős felsőoktatással. Azt is írták, a kormány az ingyenes tanulás lehetőségét a teljes intézményrendszerben tartósan meg akarja őrizni.